Szép estét, örülök, hogy ismét minket választanak, jelentkezünk a Győri Nemzeti Színházból. November közepén a 22. Győri Könyvszalon keretein belül nagy siker követte a Teátrum drámaíró versenyét. A Dráma a Szalomban című megmérettetés legjobb szerzője és rendezője Mozart Bence lett. Darabjának címe Mona. Nézzünk bele a megmérettetésbe. Tavaly az energiaválság miatt ugyan elmaradt, idén azonban folytatva a 2021-es szabályokat, sőt némileg újraformálódva a Dráma Szalomban című megmérettetés teltházat vonzott, megtelt a nagy színház. Előtte két nappal a Kisalföld vármegyei napilap címei közül kisorsolták a megirandó mű címét, a szerzők-rendezők a győri Juhos Sándor gyűjtő titkos magyar Volvo múzeumának története alapján indultak el az izgalmas alkotói úton. Majd november 11-én este Agócs Judit köszöntője és a verseny ismertetése után elsőként a rutinos Kszel Attila írását és rendezését láthattuk, javítás címmel. Mondja, van rá esély, hogy még ma tovább menjünk? Hát... Szerintem inkább aludjanak itt nálunk. Ő az... Az nagyon jó lenne. Forró. Akkor felkeltem a kedves feleségét. Ja. De bizonyára sokkal kényelmesebb. Ja, sok ugye. Francba. Inkább ne érdekes a lehet. Kezelhetetlen olyankor, amit előbb érdekelünk. Mert fél életét a kocsiban tölti neki, ez olyan, mint a második otthon. Aludjon reggelig elszúnyókával. Az ember élet útjának felén, amikor már úgy gondoljuk, hogy minden elveszett, Szent Iván éjjelén minden megtörténhet. A két pár története összegabajodik, majd új kezdetet vesz. Nagyon ritkán beszélünk érzelmekről, különösen színdarabban úgy, hogy a mi személyes emberi férfi-női érzelmek jönnek előtérbe, magánéleti érzelmi kérdések, és arra gondoltam, hogy talán a nézőtéren ülő emberek abban közösek, hogy ha nem nagyon fiatalok, hogy mindannyiuk életében van le nem zárt kapcsolat. Olyan, ami 10 vagy 20 évvel ezelőtt úgy ért véget, hogy a lezárása valahogy nem olyan volt, ahogy képzeltük. Vagy mi menekültünk ki belőle, vagy... És arra gondoltam, hogy egy olyan helyzetet teremtenék, amikor egy különös véletlen folytán egy ilyen találkozás face-to-face jön létre egy adott pillanatban, ráadásul úgy, hogy két házaspár találkozik, és keresztben voltak egymás múltjai. Egy ilyen sztorit kezdtem el fölépíteni, próbáltam beletenni mindenféle érdekességet, de többnyire saját, illetve barátok, ismerősök elmeséléseiből, élményeiből raktam össze ezt az egészet, tehát ez egy teljesen fiktív téma. A Mózes Anitával dolgoztunk a Tűzön vízen át című darabban is. Nagyon szakmailag nagyon összebarátkoztunk, és azt mondta nekem, hogy ne írjak már vígjátékot, meg ilyen ökörködéseket, hanem próbáljak meg egy komoly dolgot írni, és akkor annyira meghatott az Anita gondolata, hogy azt mondom, hogy jó, akkor összeszedem magam is valami olyat, ami lélekből szól. Hát ez most egy ilyen lélekből szól, ahogy az angolok mondják. Lehet, hogy az angol tehet róla. Ő akarta így. Tudod, mi a cég mottója? Volvo for life. Mekkora! Kszel Attila romantikus darabjában a csapatkapitányt, Sárközi Józsefet, Jáger Andrást, Molnár Saroltát, a korábban díjazott Mózes Anitát, Földi Csengét és Rajnai Lázárt láthattuk. Újfajta verzió van, tehát újfajta lebonyolítás van, tehát van három csapatkapitány, és akkor ők választják ki az egyetemistákat, illetve a színészeket, és ez a megtiszteltetésért, hogy én lehettem az egyik, úgyhogy én kezemben volt az, hogy kikerül hozzám. Az, hogy kiválasztottam a csapattársaimat, ezzel én így átadtam a Szell Attilának a dolgokat, mert onnantól kezdve ugye ő rendezte, én is játszom a darabba, tehát hogy én azzal tudtam, vagy azzal foglalkoztam. A csapat az pedig nagyon jó kis csapat, a legjobb csapat vagyunk, nagyon összetartó, nem kell fegyelmezni, úgyhogy nagyon jó kis próbafolyamat volt, valamint az, hogy ugye volt egy teljes napunk, a tegnapi nap, amikor próbálhattunk, meg még ma délelőtt, és akkor így a szöveget is meg tudtuk tanulni nagyjából. Ismétlen, megvan a doboz!
rettenetesen izgalmas, hogy egy író megír egy éjszaka egy darabot, és mi pedig megalkotunk egy teljesen új kreálmányt. Ez improvizáció, ez ettől az agyam is fejlődik, egy nagyon jó csapatmunka alakul ki. A legdurvább az, hogy most először raktam le én is úgy a szövegkönyvet. Eddig azért bebecsempésztük, de most abszolút szövegkönyv nélkül vagyunk, és hát nagyon jó partnerekkel dolgozok most is. Nem tudnék újat mondani. Nagyon jó az egész. Mi kopik? Azért élünk, hogy hideg legyen a sör, házi legyen az a pálinka, és jó legyen az az átkozott hangulat minden nap, reggel, télde, este. Én is azon vagyok, Lajosom, hogy jó legyen az az átkozott hangulat. Szóval, ha volnál kedves, adjál már egy sört. Aztán haladjunk tovább ebben a szép reményű életünkben. Mindjárt majd. Tessék kicsit várni, reggel 7 óra van. Csak kivírja még egy picit az első sörig. Még mondjuk 2 percig. 2 perc? Akkor pálinka is lesz, vagy? Mozár Bence Jakabok rendezésével már korábban berúgta az ajtót a Győri Színházban, sőt színészként megmutatta kiváló tehetségét. Móna című darabja elnyerte a közönség tetszését, érkeztek folyamatosan a tapsok a Győrasszony fai kocsma szereplőinek. Az egy nagyon fontos előnye annak, hogy én itt társulati tag is vagyok, hogy egyszerűen itt élek benne a házban, velük, a színész kollégákkal, és akár egy ettől teljesen független másik évados előadás után beszélgetünk, elmondják, hogy ők mibe vannak, hogy hogy élnek, hogy éppen milyen helyzetekkel találkoznak. És én igazából azon is dolgoztam, hogy kis átfedés legyen a között, amiket ők saját magukról mesélnek, az ő saját privát és néha személyes helyzeteikről is, legyen valami utalás, valami olyasmi, amiből egy színész szívesen fogalmaz, valami olyasmi, amihez neki is köze van. Úgyhogy a Volvos sztorit mi igazából egy szabad asszociációval egy kicsit elvittük a mába, valami időtlenségbe, és közben mégis megpróbáltuk megtartani talán azt a mögöttest, amiről a cikk talán mégiscsak szól. És akit kiskoromban a stelázsin ülve megálmodtam. És te jól vagy, Terike? Jó vagyok, már nagyon köszönöm. A Starbucksban darallom a kávébabot árul teljesen. Ez jó, áll vagyok, csak sohasem értem a nevüköt. És rá kéne írni egy ilyen poharra, de ebből vannak néha feszültségek. De a Lajoska mindig itthon vár engem főtételre. Mint annó édesapám, édesanyámod, aki ugye cégnagyári munkásnő volt még Kolozsvárot a Csaucsászku idején. A múltkorás olyan finom békábári virsét főzött, hogy ezt kell mondanom, hogy jobb, mint bármelyik ködbullár, ha időlagosan is. A versenyben debütáló Nagy Balázs társai Csapó Borbála, Mézes Violetta, Molnár Zsolt, valamint Gyulai Marcell és Kovács Anna Boglárka voltak. Volt másfél napunk, ami annyira jó hangulatban, olyan jó körülmények között szerintem egy elképesztően jó darabot írta a Mozár Bence. Szóval az, hogy én nem gondoltam volna, hogy ebből a címből, ami elsőre elég béna címnek tűnt igazából, mint darabcím, ebből lehet írni egy 30 oldalas kis regényt, vagy egy kis színjátékot, hogy már az olvasópróbán elolvastuk, és azt mondom, hogy azt a mindenit, de jó, hogy ebben a csapatban vagyok, és de jó, hogy ezt a darabot adjuk elő. Úgyhogy nekem igazából pont most beszélgettünk az előbb, hogy mennyire vagyok stressz alatt, vagy mondom, most még nem, hát nyilván mielőtt elkezdjük, akkor ott azért a bennünk lesz a teng, de most jelen pillanatban egyáltalán, sőt, nagyon várom, hogy megmutatom, és rendkívül hálás vagyok igazgatomnak, Bakos kis Gábornak is. Remélem, Ferikém, hogy nem te húztál, mert láttam kivillani a néve a csomagot az ajándéktáskán. Nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, hogy egy remek darabot kaptunk, amit a Bence írt, fantasztikus. Ahogy az újságcikket elolvastam, elképzelni nem tudtam, hogy ilyen jó darabot ki lehet hozni belőle. Hát fárasztó. Azért tegnap ismerkedtünk meg a darabbal, lerendelkeztük, kicsit átbeszéltük, átgondoltuk, dolgoztunk este 10-ig, ma reggel 10-től. De nagyon izgalmas játék ez. Szövegedet megtanultad-e? Dehogy tanultam, mert örülök, ha elolvasom.
Nem lehet. Van, aki, egyébként elájulok, nem tudom, hogy csinálják, van, aki megtanulja máról hónapra, én nem az a fajta vagyok. Tessék! Na, kama neftos? Ószenség! Idióta, hát ezek a svédek! A dolgozó nép nevében! A dolgozó népet szégyellem! Igen. A szünet után jelentkezett a harmadik induló Váradi Erzs Szabolcs, a Kaposvári Színház írója és segédrendezője. Titkos Volvo című darabja visszavezetett bennünket az elvtársak világába 1963-ba. A meghívott szerző szinte sorvezetőként használta a Győri Napilap cikkét, mely Juhos Sándor múzeumáról szólt. A harmadik előadásban megjelenik benne a magyar puritán ízlés képviselő Kádár János és az ő legendás Volvója is. Főként azért is érdekes, mert ezekről a járművekről nem tudtak. Tehát ezek titkos katonai gyártásként szerepeltek, minden járművet kivittek külföldre, és ha nekem nem lett volna gyerekkori érintettségem, akkor hogy ültem az egyik autóban, ami aztán azóta a múzeum egyik példánya lett, akkor nem is lenne ez a múzeum, mert a világon ez az egyetlen ilyen gyűjtemény. 90 darab élő példány van a világon a 3300 legyártott példányból, és egyedül nekem van minden típusból egy. A Volvo iránti szerelem honnan fakad, gyerekkorból, édesapától, nagypapától? Én 10 éves koromban egy vadászaton ültem Kádárnak az autójában, és az az autó most már az enyém. Akkor ezt Váradi Erzs Szabolcs megírta? Megírta, igen, és valójában nem a Volvo szeretet volt a lényeg, mert akkor, amikor én ezzel az autóval találkoztam, azt se tudtam, hogy Volvo, hanem ez a magyar Csepel autógyárban gyártott autó. Tehát tök mindegy, hogy hívták volna, nekem az az autó kellett, ami akkor személyesen megérintett. Az egyáltalán nem biztos, hogy megfelelő színvonalat nyújt magyar erdésze elvtársai a főtitkár elvtárs, na bocsánatot kérek. Nyilván nem egy az egybe az a sztori van megírva, ez mégis csak színház, de az, hogy az autónak milyen sztoria volt, az egy ürügy, vagy egy adott egyrészt egy vonalat, másrészt pedig az, hogy mármint úgy értem, hogy egy storyline-t, hogyha ezt elegánsan fogalmazom, de igazából én igyekeztem ezt ugródeszkának használni, tehát, hogy történik az autó, valami történik, de sokkal lényeges, vagy, hát nem igaz, mert majd kiderül, hogy azért ez nem pontosan így van, de hogy az is izgalmas benne, hogy a körülötte levő emberekkel mi történik. És én akkor azzal is foglalkoztam, és ugyan foglalkoztam az autó lelkével is egy picit. Azt szeretem, amikor egyszerre történik egy előadásban röhögés és szívfacsarás, és lehetőleg igyekszünk ezt a megfelelő váltakozásokkal csinálni, és ugyanakkor, hogy legyen benne az is, hogy olyan szituációkban röhögjünk saját magunk gyarlóságain, ami éppen nem egy kellemes helyzet és szituáció. A magyar járműgyártóipar legfényesebb csillaga, mely a svéd Volvo autógyár teljes termékvizsgálata után Koper produkcióban szinte teljes magyar nevezéssel és gyártással, szinte teljes hazai alkatrészekből épült, és amelyet legelső prototípusát természetesen letettem kérdés főtitkár elvtárs számára készítettük el. A rutinos és egyben a korábban díjazott Posonyi Takács László kiváló partnerére talált Rupnik Károlyban, csapatát Juhász Jászmin, Urbán Szabó, Fanni, Gyimesi Ádám és Ladács Fanni erősítették. Nagyon szépet írt a Szabolcs, nagyon megérte volna még minden évben, persze elmondjuk azt, hogy még 2, még 3, még 5, még 10, még 28 napot foglalkozni vele, bár az idén ugye a hagyományoktól eltűren nem egy, hanem 2 napunk volt, de ez csak ront a helyzetem, mert ilyenkor az ember még többet akar, még jobbat akar, az hisz, hogy több ideje van, és hát közben nem. Igyekszünk az én kis csapatommal úgy felrakni ezt a színpadra, hogy azért az olyan legyen, ahogy ő ezt megálmodta. A közönség előtt azt gondolom, hogy mindenképpen,
akiről a cikk szól az úriember előtt mindenképpen, és én azt kívánom magunknak, hogy magunk előtt is hasítsunk, ha már két napot keményen végigmelóztunk. Mi? Hát nem tudom. A karosszéria még csak-csak. De mi ez a salak? Ez a sok flac? Ez hát hová tűnt a méltán híres, legendás magyar kuritársát? Nagyon örültem ennek a feladatnak, mert szerintem ez mindig nagyon izgalmas, amikor hirtelen kell egy nagy hévvel beleállni egy produkcióba és egy darabba. És azért itt nem nagyon volt időnk arra, hogy latolgassunk, és mint egy beugrásnál, hogy az nem fér bele, ami egy próba folyamat alatt belefér. Nyilván itt is vannak kétségeink saját magunkban, mert egy színésznek mindig vannak kétségei saját maga irányában, az jó is, ha vannak, de itt sokkal felgyorsultabb tempóban következtek el ezek a metódusok, amik mondjuk egy 7-hetes vagy egy 6-hetes próba folyamat alatt szoktak bekövetkezni. Gyorsan meg kellett tanulni a szöveget, gyorsan le kellett rendelkezni, érzelmileg gyorsan bele kellett állni mindenben. Úgyhogy reméljük, hogy ezt a legnagyobb szeretetünk és tudásunk szerint tudjuk majd átadni a nézőknek, akik megnézik mindezt. A sikeres bemutatókat követően a nézők szavaztak, majd átadták a grémium idei díjait. Elsőként kitüntették a legígéretesebb tehetséget. A Mozart Bence darabjában székelyű játszó Kovács Anna Boglárkát, a kaposvári színi hallgatót. Az én osztályfőnököm Bakos Kis Gábor, a színház igazgatója, és ő mondta nekünk, hogy van ez a lehetőség, akkor igazából a csapatvezetők választották ki a színészeket, mármint közülünk a színész hallgatókat, úgyhogy ez egy szerencsés választás, hogy engem választottak, és nagyon örülök, hogy itt dolgozhattam. A verseny legjobb színésze ismételten Posonyi Takács László, míg színésznője Marika, azaz Mézes Violetta lett. A Magyar Napló külön díját a Xel Attila darabjában szereplő rocksztárnak, Mózes Anitának adták át. Végül kihirdették a szakmai díjat, mely idén ismét összecsengett a közönség akaratával, tarolt Mozart Bence írása és rendezése, a Mona. Neked marad mindig ez a kitüntetett pillanat, hogy egy picit itt érdekelt, ami zajlik a háttérben, a Kései órán. Nagyon izgalmas 2, illetve 3 napon vagyunk túl. Én azt gondolom, hogy 3 nagyon különböző, de mégis egy irányba tartó előadás jött létre, pedig a cím nem determinálta ezt a dolgot. És azt gondolom, hogy az a cél, amit 2 évvel ezelőtt kitaláltunk, hogy egy nappal meghosszabbodjon ez a munkafolyamat, ez újra visszaigazolja magát, mert látszott a közönség reakcióin is az egész estén, hogy megéri belefektetni a munkát, mert utána ott van a visszacsatolás a nézőtéren. Úgyhogy jó kis napon vagyunk túl. Azt gondolom, hogy így belenyújtunk már az éjszakába, 3-11 van, de ezeket az estéket szeretjük a színházban. Tovább dübörögnek az őszi bemutatók a Győri Nemzeti Színházban. Nagy sikerrel debütált Csiki Gergely Buborékok című vígjátéka az igazgató Bakos Kis Gábor rendezésében, parádés szereposztásban, a főbb szerepekben Kubik Annával és Csankó Zoltánnal. Az előadás érzékletesen mutatja be, természetesen operett stílusában, mi történik akkor, amikor a generációk mást gondolnak a párkapcsolatról és a házasságról. Ó, a kislányaim, Gizella és Aranka, vagy fordítva, eladósorban vannak, úgyhogy ha valakit esetleg... Na, hol is tartottam? Ja, igen. Ránk leselkedik villódzó, kirakadt tekintete, lámpafénye, mely elnyomja a ragyogó csillagokat. Adam! Adam, nagyságos asszonyom! Karakterét egyedül a rajta felhalmozott drága kőréteg és mesterségesen előállított pénz ellenértékében megszerzett anyagi természetű borítás határozza meg. Akár értették, akár nem. Mint a buborék, nagyon durrant a novemberi bemutató. Csiki Gergely örökérvényű vígjátékában a különböző generációk, világnézetek, jellemek és szerelmek csapnak össze. A nagy léptékű, sokszereplős előadásban visszatér a teátrum színpadára a Jászai és Kossuth díjas Kubik Anna, valamint a szintén Jászai Mari díjas Csankó Zoltán sikeres kettőse. A gondolat ott indult el, hogy bemutatta a színház 2 évaddal ezelőtt a Minden jegy elkelt című előadást, Kubik Anna címszereplésével és főszereplésével, ahol Fedák Sári életét láthatjuk, és Fedák készül a Nagymama címszerepére, hogy ezzel tér majd vissza a színpadra. Ez adta a gondolatot és az ötletet.
én megszólítottam Kubik Annát, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk a nagymamát, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Ő azt mondta, hogy ma lenne más ötlete, más gondolata, és természetesen ilyenkor az ember elkezd címeket nézni, és elkezd darabokat olvasni, és itt jött a gondolat, hogy akkor mi lenne, ha megcsinálnánk a buborékokat. És akkor, amikor Anna azt mondta, hogy jó, legyen, csináljuk meg a buborékokat, akkor teljesen adottá vált a dolog, hogyha Kubik Anna játssza a főhősnőt ebben az előadásban, Solmainét, Szidóniát, akkor pedig teljesen egyértelmű, hogy Csankó Zolinak kell játszani a Solmait, és innentől kezdve adottá vált a dolog. Egy nagy léptékű, nagy szereplőgárdát felvonultató előadás ez, és azt gondolom, hogy ha van az a színházi közhely vagy bombó, hogy jó szereposztás, félsiker, akkor talán itt teljes mértékben sikerül ezt abszolválnunk. Rehit! Rossz ember, úgyis, hogy ritkán hozza ide kis feleségét. Ignác, tedd vissza a vérnyomásod! Néha kis egy túlfújtott miatta. Milyen nagyszerűen vagytok öltözve, leányok! A terhár is felségesen áll, Szerafin. Pont, mint tavaly. Otthon tákolták össze a régi rongyaim. Te nem dolgoztatsz a Webernél? A vígjáték mozgató rugóját a Solmai házaspár adja, Ignác és Szidónia több mint 30 éve élnek egymással házasságban. A földbirtokos apa azonban nem csak öt gyermekével, de feleségével is folyamatosan harcban áll. Én, mint családfő, 32 éve szeretem a feleségemet. Én azt gondolom, hogy még most is van egy vonzalom köztük, egészen az utolsó lánc szemig, ami elpattan. Amikor kiderül a legutolsó disznóság, és akkor az tűrhetetlenné válik. Nekem van családi tapasztalatom, mert az én szüleim is nagyon marták egymást. Tehát nem úgy kezdődött az sem, és a mi kapcsolatunk Annával, illetve a feleségemmel a színdarabban nyilván nem így kezdődött, amit most majd fognak látni a nézők. Ők belecsöppennek már a 32. évben, amikor már a Solmai Ignác, vagyis az én általam alakított férnek már az idegszálai kilógnak a fejéből. Mint házúra egyszer csak azt veszem észre, hogy kezd kicsúszni a kezem közül minden. Elsősorban a pénz. De már gyakorlatilag egy nulla vagyok, szinte erkölcsi szempontból is. A feleségem mindenki előtt mindennek lehord. Úgyhogy ez egy elég ramaty állapot. De igyekszem ezt mégis játékosan, időnként játékosan viselni és felfogni. Többször játszunk is az Annával az előadás folyamán, visszaidézve régi emlékeket. De egyszer csak már kezelhetetlenné válik a család, szétmennek, és mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a vége, csak sejtjük. Az eredeti darab majd 140 évvel ezelőtt íródott aktualitását azonban sohasem veszti. Ma is ismerünk olyan családokat, ahol az egyik fél diktál, itt a mérkező anya nincs tekintettel senkire és semmire. Elég nehéz szerethetővé tenni ezt a figurát. Ma talán a mai pszichológia úgy mondaná, hogy ez egy mérgező anya. Minden botlásával és akaratosságával együtt egy igen, nehéz szerep ez, azt gondolom, mert nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt ebben, hogy hogyan legyen mégis, hogyan tudjuk mégis elfogadtatni a nézőkkel, hogy ez egy ilyen ember, és hogy bizony ilyen nők vannak, akik mindenkinek a fejére akarnak ülni, akik mindent irányítani szeretnek. És hát bizony tudjuk azóta, hogy ezek aztán öröklődnek, ezek a minták. Tehát továbbadja a lányának, a fiának ezeket a mintákat, és hát az meg kérdés egyébként, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy a nők, az erős nőktől lesznek a gyönge férfiak, vagy fordítva, de ez nem eldöntött ma sem. De minden esetre ebben ez a felállás, és aztán hát persze van egy kis bűnhődés is benne, mert nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ő szeretné, de hát azért az élet megy tovább. Nem mondhatom, hogy az én férjem mintája az ideális férjeknek. Nem! Nagyon megszerettem ezt a társulatot, már a régi módi történet alatt is. Nagyon jó volt velük együtt dolgozni, megbízható, nagyon jó kollégák, és nagyon-nagyon sok tehetség van, és most pedig még több fiatal van, és még helyesebbek, még kedvesebbek. Úgy működünk, mint egy igazi család, úgyhogy nagyon, nagyon jó. De én igazán szeretem a férjemet. Tényleg?
és sajnálom, hogyha látom, hogy mind gyötrelmeket állt minden. Te kis bohó. Hát én talán nem szeretem a férjemet. Mondjuk a magam módján. Azért mégis sabban tartom. S a te férjednek éppen nagy szüksége van rá. Ma is véletlenül tanulja voltam, hogy mi roppant cénát csináltam miatt a néhány rongyos szála miatt. Na hát ugye, hogy milyen igazságtalan, milyen kicsinyes volt. Botrányos volt. Nem is tűrhettem nyugodtan viseletét. Tüstén siettem az aranyműveshez és kifizettem minden számlára. Jaj, nem, hát megint nem, Marvin, nem, ezt nem fogadhatom el. Már így is nagyon sok szívességgel tartozom neki. Ő ebben nőtt föl, ő gyakorlatilag ebben a családi közegben nőtt föl, ami azért egyfajta burok, nagyon jó módban, jó létben, és nagyon erősen az anyagi javakhoz tapadva, vagy hogy azt éltetve. Úgyhogy igazából emiatt valóban egy kicsit, ahogy el is hangzik a darabban, elkényeztetett, kissé hiú, de nem rossz lelkű, meg nem rossz indulatú, hanem egyszerűen nincsen köze a való világhoz, meg a való világnak a problémáihoz. És igen, én nekem ez teljesen természetes, és ahogy kikerülök a családi kötelékekből egy házasságba, ott egyszer csak szembesülök azzal, hogy hát ezek nem biztos, hogy úgy működnek, és ezt először nagyon rosszul fogadom, azt hiszem, hogy a házasságunkkal vagy a férjemmel van a baj, és aztán ugye valóban jönnek barátnőktől jó tanácsok, hogy hogyan kell ezt jól működtetni, és gyakorlatilag hát talán nem árulok el nagyon sokat, hogyha ha elmondom, hogy ezzel az egész viselkedéssel és a tanácsok megfogadásával azért bajokat ágyazok meg, amik aztán egyszer csak majd a második felvonásban, a darab folyamán ki is fognak bomlani. Egyébként sok nevetés közepette. Mert de szereti ő a férjét, nem? Nagyon szeretik egymást a férjével, nagyon. Csak nem tudja, hogy kell ezt jól csinálni. Higgyel, én is nagyon büszke vagyok rá. Egy fedhetetlen, rendíthetetlen, hozzáférhetetlen hivatalnokot alakítok, egy tulajdonképpen vízügyi főelőadót, aki tüktig pedáns a munkájában, és hát bizony, mint férj is olykor érzékelteti ezt a fajta precizitást és pedantériát a házasságukban. Tulajdonképpen minek utána halálosan szerelmes Szerafinban, ezzel jár egy jó adag féltékenység is, és nagyon sok mindent megbocsájt a feleségének, viszont ha az ő becsületén csak a legkisebb folt is esik, akkor azt hiszem, hogy egészen máshogyan beszél a feleségével, és hát ettől óvainti. A Solmai Ignác, akit a fantasztikus Csankó Zoli alakít, fölhívja rá a figyelmemet, hogy nehogy elkövessem azokat a hibákat, amiket ő, és amikor annyi idős volt, amennyi én kvázi, és mondja, hogy Miklós, figyelj, mert már a harmadik emeleten vannak, fenyegetőznek, hogy leugranak. És mi azon beszélgettünk Zolival, hogy tulajdonképpen bennem látja az ő fiatalkori mását, és nem szeretné, hogyha én elkövetném ezeket a hibákat. Hogy elkövettem-e vagy nem, ez kiderül az előadásból. A család barátja az összejövetelek, humor bombonja és játékmestere Csupor Aladár szereti átvenni néha az irányítást, aztán ő is beleruhan egy-két pofonba. Túlmegyek egy bizonyos határon, és ebből lesz egy elég nagy probléma, mert túlságosan feltűnően udvarolok Szerafinnak, és ebből ki is pattan egy botrány. Úgyhogy vannak határok, ezt átlépem. És a végén ezért is elégtételt kell adnom. Én vagyok egy ilyen ceremóniamester lényegében, tehát én táncoltatom a közönséget, én bohóckodok nekik, a hangulatért vagyok felelős, valamint a második felvonásban még az ember tragédiáját is elkezdjük próbálni. Nekivághatunk, nagyságos sóborasszony! Nincs több zsindely a háztető! Kikapálod, tarasz, lefiolt a disznó! Talán a büfébe mennék, jó, Demeter? Szolgálható egy kis vacsorával? Jó lakott állapotban vagyok, én nagyságos sóborasszony! Köszönöm a szíves kínálást! Hát
Talán akkor inkább egy pohár felhőre kérem. Nem, nem, köszönöm. Borzalom. Hát hogy balkad neki az öreg? Meghalt, már bánom, hogy szóltam. Az előadás finoman és jó érzékkel mesél a máról és a mai színházi ízlésről is. Az előadásunknak a szövegkönyve, az a kaposvári előadásnak a szövegkönyvén alapul. Ezt az előadást, ez volt a díszelőadás, amellyel újra nyitott a kaposvári Csiky Gergely Színház. Vidnyánszky Attila rendezte azt az előadást, és azt a szövegkönyvet felhasználva írtuk meg a saját példányunkat. Tehát itt győri szálak vannak, itt Győr-Moson, Sopron, vármegyei érdekeltségek vannak, és ezek a dolgok és azok a gondolatok, mert bennem megmaradt egy 1932-ben íródott szociográfiai tanulmány, ahol Győr színházi életéről írnak. És azokat a gondolatokat, amelyeket ezeket a szociográfiai tanulmány leír, azokat szépen finoman belecsempésztük az előadásba. És igen, ott vannak azok a gondolatok, azok a világról vallott képek, amelyek engem most nagyon foglalkoztatnak. Tehát ha valaki olvas majd a jelenetek vagy a sorok között, az látni fogja, hogy 2023-ban a buborékokon keresztül én hogy látom a mi közösségünket, én hogy látom a mi színházunkat itt Győrben, és akkor meg fogja érteni, hogy milyen szépen össze lehet azt hozni, hogy a Csiky Gergely által megírt 19. századi szöveg a 20. század világával összehozva, de természetesen át-át hajolva a mába, ez milyen is ez az előadás. A győri buborékok előadásban Kossuth díjasok adnak egymásnak találkozót, a nagy léptékű produkció díszlettervezője a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Jánszai Mari díjas Székely László, akinek a bemutatóval egy időben nyílt kiállítása a Teátrum Csillár szintjén. Buborékok című Csiky Gergely darab nem egy olyan változatos, mint egy operett vagy mint egy musical, hanem egy bizonyos fajta, hát hogy mondjam, statikával rendelkezik, és szünetbe történik egy minimális díszletváltozás. Sikerült úgy kitalálni, hogy a díszítők ne szidják a tervezőt, hanem lehetőleg úgy működjön a dolog, hogy 5 percen belül át lehessen alakítani a következő képet. Úgyhogy én ha szabad ilyen nagyképűen kifejezni magamat, nagyon büszke vagyok. A büszkeség annál is inkább, hiszen a premierrel, a bemutatóval egy időben nyílt a munkáiból egy impozáns tálat a színház Csillár szintjén. Ides tovább most már 65 évet csinálom a szakmámat. Hát bizony az 586. bemutatónál tartok, és 586 bemutatónak minden egyes terve itt a kiállításra láthatók méretben vannak eltéve. Nem is gondolkodtam azon, hogy most mit mutassak meg. Egyetlen egy győri bemutató díszlete van, amit itt lát mögöttem azon a képen, amit a Csiszár Imrével, azt hiszem, 1982-ben, 83-ban csináltam a színházba, de ha visszaemlékszek rá, 45 évvel ezelőtt azt hiszem, az első darabot én terveztem ebben az új színházban, úgyhogy ez nagyon régen volt. Ne kérdezze meg, hogy mit, mert már nem emlékszem rá. A közönség hálás a korhű köntösbe öltöztetett előadásért, és nagy szeretettel fogadja a Jászai és Kossuth díjas Kubik Anna, valamint az ugyancsak Jászai Mari díjas Csankó Zoltán kettősét. A Solmai család gyermekeit Kolnai Kovács Gergely, Mozár, Bence, Szina Kinga, Csapó Borbella és Juhász Jászmin alakítják. Marosán Demeter szerepében Ungvár Istvánt láthatjuk. A darab jelmeztervezője Bersenyi Krisztina. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.